korábban is hangot adtunk már azon véleményünknek, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormány abba az irányba tesz lépéseket, amelyet az egyik szakszervezeti vezető úgy fogalmazott meg, hogy szintet lépnek a munkavállalók kizsákmányolása tekintetében, ugyanis több ponton módosítani szeretné a kormány a munkatörvénykönyvét, ezt várhatóan decemberben szeretnék megtenni. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az eddigi 7 nap helyett előfordulhat, hogy akár már egyetlen egy napjáról sem, szabadnapjáról sem rendelkezhetne egy magyar dolgozó. Mi egyébként ezt a 7 napot is kevésnek tartjuk, és javaslatunk szerint legalább a szabadnapjainak a feléről kellene, hogy rendelkezzen egy magyar munkavállaló. De felháborítónak tartjuk azt is, hogy a megváltozott egészségügyi állapotú dolgozókat adott esetben már végkielégítés nélkül is el lehetne bocsátani. Most gondoljunk bele, hogy van egy gumigyár például, ahol gyakorlatilag ezeket a megváltozott egészségügyi állapotú dolgozókat, hogy csúnyán fogalmazzam, a gyár termeli ki, és ennek tükrében elküldeni őket végkielégítés nélkül mélyen embertelen. De kevésnek tartjuk a 10 napban meghatározott apa szabadságot is. Országgyűlési képviselőnk Novák Előd nemrégiben szorgalmazta, hogy legyen egy havi az apa szabadság. Mindezen negatív tendenciák tükrében látható az elmúlt években, hogy egyre többen vállalnak külföldön munkát, és hogyha ilyen és ehhez hasonló intézkedéseket hoz a kormány, sajnos ez a folyamat és sok más negatív folyamat fel fog gyorsulni, vagy meg fog jelenni. Egy munkaerőpiacot kutató szakértő nyilatkozta azt nemrégiben, hogy a magyarországi munkakörnyezet nem munkavállaló barát. Ebből kifolyólag megállapítható sajnos az összefüggés, hogy nem csak fizetések tekintetében, hanem halálozás tekintetében is sereghajtók vagyunk, vagy ha úgy tetszik, az élmezőnyben vagyunk, ugyanis a magyar férfiak hamarabb halnak meg, mint az európai átlag. Ezeket figyelembe véve a Mi Hazánk mozgalom, mint nemzeti ellenzéki párt, egész egyszerűen nem is tehet mást, mint hogy felszólal ezek ellen a folyamatok ellen, és hogyha a kormány ebben a formában valóban módosítja a munkatörvénykönyvét, akkor azt, mint már mondtam korábban is, és ezt tartjuk természetesen most is, tiltakozó akciókra számíthatnak a Mi Hazánk mozgalomtól.